ott volt egy mintamókus fenn a fán, csak ez már nem volt olyan vidám. Yetinek a vérmókusa megdöglött, ennyi volt. De állat, és tényleg kényelmes. És bazd meg, így fölállok, hát már tériszonyom van kb. Pedig amúgy nincs. Mondjuk nekem kicsit furcsa, hogy a lábtartója ilyen kis picike, mert a 46-os lábamhoz azért érzem, hogy kapaszkodni kell, hogy ne csusszol le. Lefejelem mindjárt a 60-as táblát. Úristen, de állat ez a túra enduro. Most azt a kurva, Jézusom! Rendesen neki kell feküdni balra a motornak, mert eldob. Bele kell kapaszkodni rendesen a motorba, mert olyan oldalszél van, belekapasztál, kb. Egy fél méter, méterrel arrébb dobja. És ott van a Crafterben is. Olyan érzékeny a gázkar rajta, éppen hogy csak hozzáérek, aztán már adja is a fordulatot neki. Ezen a motoron tényleg ilyen milliméterekkel kell játszani a gázkarra, hogyha az ember gyorsulni akar. És ezért is sokszor az ember, hogyha beáll egy tempóra, tényleg egy-két milliméter, vagy akár fél milliméter, aztán már észre se vesz, ide egy kicsit gyorsul a motor. Nagyon kényelmes. Az ülése is zselésülés, puha, tankó, az se nyomja a valagomat. Tényleg órákat el lehet vele motorozni, amíg ki nem fogy a tank. Az a dupla üzemanyag tank. Azt hiszem, hogy 20 liter vagy 18 liter, nem is tudom mit mondott Vattás a kettő együtt. Meg beszélgettünk tegnap este arról, vagy tegnap előtt, nem is tudom, összefutottunk a városban, hogy kapni lehet ehhez ilyen kiegészítőket, hogy mindenhova üzemanyag tankot, az ülés alá, az oldali dombra, mindenhova. És körülbelül 60 literre ki lehet bővíteni az üzemanyag mennyiséget. Na hát az tényleg brutális, arra fölülsz, aztán körbejárod vele a világot. Azért 60 liter üzemanyag egy motorba, az rohadt sok. 60 literrel szerintem simán 1000 kilométeres a hatótávja neki. Na és ez a V2-nek a legjobb terepe, ez a zárt falas környezet. Jött egy SMS. Bandi vagyok a hegyről, aki beteszi egyből. Egyesbe. Így a plexi mögé elbújva nulla szélzaj van kb. Így egész kellemes. Vattás lájkolja ezt. Aj. Te Vattás, megharagszol, hogyha én ellopom a motorodat? Aj. Pedig már gondolkoztam rajta, hogy most elinduljak a másik irányba, hogy így mögötted vagyok, úgyse fogsz észrevenni. Rohadt jó, basszus. Biztos, hogy nagyon meg fogsz haragudni, mert lehet, hogy most el fogom lopni. Nem hallom. Ja, akkor nem haragszol, meg nem válaszoltál. Na, akkor én elvittem. Köszi. Bekapatom.
Köszi szépen, ennyit megér, egyetene. Most már rájöttem, hogy jó lehet vattásnak lenni. Mindig ezzel a döggel menni. És meg rível is. Hát, beszarok, mekkora király vagyok. Egy motovlogger költő veszett el bennem. Na, visszatérve erre a KTM tesztre, hát ez megint nem sikerült tesznek. Megint csak pofáztam arról, hogy milyen érzés menni ezzel a motorral. Úgyhogy nem is fogok tesztelni, hanem inkább csak dumálok róla, hogy milyen a gép. Hát erre azt kell, hogy mondjam, ezt el fogom lopni vattástól, tényleg. Kell nekem egy ilyen. A narancssárga dög. Meg kék. Ennél a motornál azt érzem, hogy ez egy ilyen rohadt, masszív, egy tekintélyt parancsoló dög. Tényleg hatalmas ez a motor. Az én 190-191 centimhez. Ehhez is azért nagy, mert nekem is sokszor csak úgy ér le a lábam, hogy lábujjhegyen. Tehát tényleg, aki ilyet vesz, az számoljon azzal, hogy ez minyonoknak nem való. Úgyhogy bandinak nem ajánlom. Tehát ehhez tényleg kell a magasság. Szóval, alagút! Hú, de jó hangja volt neki. Na szóval, tényleg egy tekintélyt parancsoló monstrum, annak tudnám mondani ezt a motort. Meg se kottyan neki a gödör, meg se kottyan neki a kátyú. Brutális erő van benne. Tehát tényleg ez is nyomatékból megindul. A hiósunk is ugye azért elég nyomatékos, de ez ahhoz képest még durvább. Ugye ez sokkal nagyobb köpcenti. Tehát azért tudja a dolgát. Jaj, lerázza a fejemet a szél, baszd meg. Váltója az pontos. Határozottan kell berakni. Szépen lehet vele kapcsolgatni. Fékjei ennek is rohadt harapósak. Tehát tényleg épp, hogy csak megpöccintem egy ujjal, már lebök az eleje. Tehát azzal is óvatosan kell. Sokak egyébként azt hiszik, hogy motorral nem lehet megállni olyan gyorsan, mint autóval. Azt a mi a baszd meg. Hoj! Na most érzem a hátrányát annak, hogy nagy a motor. Mert az oldalába belekap a szél, és konkrétan egy méterrel arrébb dobott. Hát brutális, most azért kicsit beszartam. Folyik le a belek, ugye, nadrágon, ahogy Bandi mondaná. Megint csak magamnak pofázok. De legalább tudok egy kicsit a motor tesztről is pofázni. Ugye sokan az előző videóm alá, most hát nem sokan, egy ember írta, azt hiszem, hogy röviden tömörrel leírta, amiket én mondtam, beszarás, hogy megy, nyomaték, stb. Köszönjük a tesztet, tehát ez volt a hozzászólása. Figyelj, én leírtam, a magazin teszt kell, menj az on-roadhoz, sportmotorhoz, stb. Az ilyen motoros magazinokhoz. Én nem fogok a nyers fasságokról dumálni, én elmondom a saját érzéseimet, amit érzek a motorom. Ha nem tetszik, ne nézd. Tehát ehhez csak ennyit tudok mondani. Én csak elmondom, mit érzek, és ennyi. Akinek tetszik, az nézze. Akinek nem tetszik, az ne nézze. Oj, de állat, Jézusom. Nem akarom visszaadni vattásnak a motort. Lehet, hogy utol tudna érni a sor négyjá. De hogyha lemegyek terepre, akkor nem. Nem tudom. Még átgondolom, megerszegik. De köszi szépen vattás a motort, hogy kipróbáltam. Szerintem azt mondja a motor nekem is itt Doromba, hogy új gazdát akar, átlubitut akarja. Úgyhogy köszönjük szépen a közreműködést, de lenyúltam a motorodat. Nagyon állat géped van, gratulálok hozzá tényleg. Nem csodálom, hogy ezzel megnyerted az első helyet. Jaj, de jó. Jussunk tesztbe, mondtam, hogy az olyan, mint egy nagy hajó. Ezt meg olyannak érzem, mint egy tankot. Tehát tényleg ez megy, és átmegy mindenen. És nincs neki akadály.